rendőrségnek ugyanúgy szüksége van a roma származású rendőrökre, mint a roma társadalomnak is szüksége van arra, hogy a rendőrség berkein belül legyenek roma származású rendőrök. Az országnak ezen a részén évtizedes hagyománya van a most is egy asztalhoz ülő felek közös munkájának. Az értekezlet főként azt a kérdéskört járta körül, miként lehet minél több hátrányos helyzetű fiatalt bevonzani a rendőrség állományába, például határvadászként. És itt a családoknak az a legelső szó, hogy hát most itt hagyni a gyerekeket, a családot, jó, szép ez a pénz, amit ott kereshetnek, de hát azért ez nagyon nehéz. Nem olyan, mint mikor reggel elmegy, pőkkel elmegy dolgozni, régen munkának, délután egy örök is megy a családhoz. De hát mindennek megvan a szépsége, és megvan a buktatója is. A rendőrség és a roma közösségek közötti kapcsolat az elmúlt évek munkájának eredményeként sokat javult. Mostanra a legtöbb hátrányos helyzetű fiatal már nem ellenségként tekint az egyenruhásokra. Nyilvánvaló, hogy azok a módszerek, amit eddig az utánpótlás érdekében és a toborzás érdekében folytattunk, ezek jók, szükségesek, de közel nem elégségesek. Tehát új módszereket kell találnunk. Valamelyes segít a helyzeten, hogy a belügyminisztérium illetékességébe került a közoktatás felügyelete. Így rövidebbre tudjuk a rendvédelmi szervek és a közoktatás közötti kapcsolatot zárni. A mostani értekezleten a rendőrségi oktatási és kiképző központ igazgatóhelyettese is részt vett. Ő arról beszélt stábunknak, hogy közel két évtizede működtetnek egy pályázati rendszert roma fiatalok számára. Ez nyilván egy ösztöndíj rendszer, de emellett nagyon sok olyan rendezvényel, nagyon sok olyan támogatási formával próbáljuk a pályorientációt segíteni, és külön örülök annak, hogy most a Tolna megyéjek meghívtak erre a rendezvényre. Nem először járok itt ebben a minőségemben. Úgy látom, hogy nagyon jó a rendőrség és a kisebbségi önkormányzat együttműködése, és úgy gondolom, hogy példaértékű az országban, amit együtt a közös gondolkodásban ebben a tekintetben tesznek. A határvadász képzésre és a munkára eddig már közel 2000-en jelentkeztek országos szinten.